Igen. Szia, Gigi, elnézést a kollégám szórakozottságáért. Szeretnél ünnepi díszbe öltözni ilyenkor. Igen. Nem, egyébként mi csomagoltuk be, mert hogy volt egy ilyen célkitűzésünk. Igen, igen. Kész vagy? Persze, persze. Jó, és ha már célkitűzésnél tartunk, ugye ezt most megcsináltuk, hiszen elértük a kitűzött összeget, viszont én úgy gondolom, hogy kellene még valami. És hát ugyebár mindig az van, hogy aki nincs itt, az gyorsan behúzzuk valamit, de szerintem most legyen Sanyi, annyira nagy volt a szája. Igen, legyen Sanyi, nagy volt a szája, direkt aggatott rám ilyen dolgokat, beszéltetett, és a számba rakott még egyéb tárgyakat, úgyhogy ez nagyon, nagyon rossz érzés volt, és szerintem őt szívassuk meg. Mik a tippek? Hát mivel mondjuk Tödekű mindent a szájába vesz, és mindent megkös, és mindent meg tud enni, Sanyi meg mindent meg tud enni, mindig ezzel kérkedik, akkor szerintem legyen valami olyasmi. Gondoltam el az undorító dologra, de ezt már ugye tegnap veled előttük, hogy az undorító koktélt, úgyhogy most legyen az, hogy állítása szerint fél liter folyadékot simán egybe le tud húzni. Pár másodperc alatt, akkor egy ilyen nagyon durva határt szabjunk neki, tehát hogy nem egy perc alatt kell fél litert meginni, hanem mondjuk 6 másodperc alatt. Teljesen jó, mintha én beszéltem volna, teljesen jó. 6 másodperc alatt fél liter víz. Hát legyen víz, mert az, ha visszafelé jön, akkor legalább annyira nem hagyja, hogy jó szerintem. Mondjuk legyen akkor 4/4 a kitűzött a idő, okay. Mert addig még azért van egy kis idő, és 2.950.000, ez pont egy százassal több. Korrekt, jó. Na, legyen ez. Az. Jó, gyerünk, srácok! Gigi, akkor térjünk át rá, hogy megvan ez a célkitűzésünk. A karácsonyról szoktunk beszélgetni, és a szilveszterről, meg hát természetesen az adományozásról. Neked hogy telik a karácsony idén? Igen, hát előtte és utána is vannak fellépések, tehát hogy csak a szenteste az, ami itt szabad. És egyébként ilyen tök meghitt, átlagos karácsony lesz, úgyhogy semmilyen különös. Anyukám főz, mi feldészítjük a fát, tehát ilyen tök jó. De úgy látom, hogy téged az annyira nem zavar, hogy munkával telnek az ünnepek, nem. Sőt, ki vagy virulva teljesen. Igen, abszolút, hát én imádom azt csinálni, de tényleg szerencsésnek érzem magam, hogy ezt csinálhatom. És hát szóval tényleg ez szerintem egy nagyon jó karácsony lesz. Ilyen meg nem volt, hogy ismert emberként karácsonyozni, tehát hogy... Aha. De a 24-e az szabad lesz, akkor hogy töltitek azt a napot? Igen, hát átjönnek a barátaink, átjön a menedzseremnek a lánya. Ennyire jobban vagytok? Igen, imádjuk egymást. És hát szóval így a barátokkal, meg a családdal így fogunk egy jót karácsonyozni. És egyébként melyik a kedvenc karácsonyi ételed? Mit szeretsz a legjobban? Hú, hát azt tudni kell, hogy anyukám fantasztikusan főz, sajnos. Uh-huh. És hát az van úgy, hogy apukámon elég gyakran látszik. De igen, hát figyelj, ilyen tök átlagos menü szokott nálunk lenni, rántott hal, töltött káposzta, meg ilyenek, a töltött káposztát imádom. Tehát az, ami így nekem a favorit. Az a top? Igen, hát az a top minden. Ilyenkor akkor nem figyelsz arra, hogy a vonalaid azért olyanok maradjanak? Adsz magadnak egy kis kimenőt ebből a szempontból? Nem, most szigorú leszek magamhoz, mert most egy csomó minden lesz, így 2013-ban, ugye januárban egy csomó minden lesz, amit még nem szeretnék elmondani. Aj, ne! Igen, lesz egy pár meglepetés. Nem, hát ezt nem fogom elmondani, mert ez egy nagyon... Csak egy picike dolgok, hogy csak legyen exkluzív. Hanem mondjuk arról, amit 2013-ra tervezel így összességében az évre. Sok fellépés, és igen, forgatunk még videóklippet, úgyhogy... Uh-huh. Igen, azt lehet tudni, hogy melyik dalot hozzá? Ne, azt nem akarom. Ó, semmit nem árulsz el nekünk itt karácsonykor. És egyébként milyennek érzed ezt az évedet? Ugyebár most nyerted meg a tehetségkutatót ebben az évben. Hogy értékeled ezt a 2012-t? Hát fantasztikus volt ez az év. Tényleg ilyen csodálatos év meg nem is volt az életemben. Nyilván ez a Megasztárnak köszönhető is, és annak, hogy voltam kint Montreux-ben, aztán volt Los Angeles, úgyhogy most minden jó megtörtént velem. Úgyhogy nem is tudom, hogy mi legyen az új kívánságom, amit szeretnék megvalósítani, mert minden teljesül. Uh-huh. És a szilvesztert, azt hogy fogod tölteni? Szintén munka? Igen. Az is? Igen. Hát aznap körülbelül 5 fellépés van. Azt a mindenit. Akkor semmi buli. Hol lesz éjfélkor? Ezt lehet tudni? Szerintem lehet, hogy autóban töltem az új évben. Autóban is van. Aha, éppen megyek el egyik helyszínen a másikra. Köszönöm. Hát igen, ilyen ez a pop szakma, hogy ezt ugyebár szokták mondani. Igen, de hát imádom ezt. Uh-huh. Egyébként miért tartod fontosnak azt, hogy segítsünk a beteg kisgyerekeken? Igen, én alapvetőleg egy olyan lány vagyok, aki imád adományozni, tehát imádom az állatokat, imádom a gyerekeket, meg az embereket, és tényleg nagyon fontosnak tartom ezeket a dolgokat, és egyszer én szeretnék egyébként egy olyan dalt, meg egy olyan videoklippet, amilyen csak adományokról szól, tehát én beteg gyerekek javára meg ilyenek, szóval... Te sem üres kézzel érkeztél, látom melletted a borítékot. Így van, hoztam én is. Kérlek, akkor dobd be ide a többi szép színes borítékunk mellé. Köszönjük szépen. És szólj egy pár szót a rajongóidhoz, hogy miért is szavazzanak ők is, pontosabban miért is hívják ők is az adományvonalat. Hát
azt szeretném kérni, hogy mindenki hívja ezt az adományvállalat, hiszen nagyon fontos az, hogy segítsünk a beteg gyerekeken, és hát nyilván ez nagyon nagy segítség ezeknek a gyerekeknek, hiszen tényleg ez a betegség, ez a legcsúnyabb betegség a világon, úgyhogy kérem, hogy mindenki segítsen. Köszönjük szépen, Gigi, még maradt velünk, hiszen te is meg fogsz minket örvendeztetni egy fantasztikus fellépése. Most viszont megnézzük, hogy kik miatt is érkezett Gigi ma.